Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Évértékelő közgyűlés tartotta a Makó és térsége turisztikai egyesület. Neves cégvezetők, tanácsadók tartottak szakmai előadásokat a Hagyma Fesztiválon. Makói és budapesti vegyeskar adott közös koncertet a Városháza dísztermében. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére jónak értékeli az elmúlt időszakot a Makó és térsége turisztikai egyesület elnöke. Nagy Gábor szerint egy tesztév van most az egyesület mögött, új rendezvényeket próbáltak ki, és a régieket finomhangolták az önkormányzattal együttműködve. A jövőbeli tervek között egy az ideérkező turistáknak kedvezményeket biztosító applikáció fejlesztése is szerepel. Szerdán tartotta éves közgyűlését a Glorious Vigadóban a tavaly újjászerveződött turisztikai egyesület. A civil szervezet elnöke televízióknak elmondta, a koronavírus járvány után és a fürdőfejlesztés átadása előtt járva nem könnyű a makói turizmus helyzete, de rengeteg biztatójel van a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy rendezvényekkel nagyon erősek vagyunk, tehát mind mi, mind a város, mind közösen, mind együttműködve számos programnak lehettek résztvevői a makóiak és az ide látogató turisták, ami nagyon fontos dolog. Ezt a Hagyma Fesztiválon említettem is, hogy ez egy tesztév volt tulajdonképpen, ahol kipróbáltuk a különböző újabb rendezvényeket, és a régieket próbáltuk mi is és a város is még csiszolni, és jövőre sokkal szervezettebben szeretnénk már előre programozottan tervezni a rendezvényeket, hogy még több turistát tudjunk ide varázsolni a városba. A turizmusban érdekelt vállalkozások alapvető célja, hogy az egy-két éjszakás vendégek több időt töltsenek el Makón és a térségben, amit egy applikáció kifejlesztésével is segítene a makói szolgáltató non-profit ZRT. Aki egyesületi tag és fizeti a havidíjat, annak mi mindenképpen szeretnénk jogosultságot és hozzáférést adni ez az applikációhoz. Ennek az az alapgondolata, az applikáció megtervezésének, hogy újra bevezetésre kerülhessen egy olyan kedvezményrendszer, amivel a Makón szállást foglalók, vagy a kis térségben szállást foglalók tudjanak kedvezményt kapni a makói gyógyfürdő szolgáltatásaihoz, a Marospart szolgáltatásaihoz, a Lomkoronához, akár a múzeumhoz, vagy a Hagymaház belépők kapcsán. Az egyesület az önkormányzattal is kiváló együttműködést alakított ki az elmúlt egy évben. Nagy Gábor abban bízik, hogy ezt a jövőben sikerül majd még szorosabbá tenni. Annak ellenére, hogy a főszezon már elmúlt, rendezvényekkel is készülnek még, legközelebb november elején a Halloween partival, amelynek már a tavalyi évben is nagy sikere volt. Idén is nagy sikerrel zajlottak a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége által szervezett szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések, amelyeknek ezúttal a Korona Konferencia Központ adott otthont. A makói születésű Olá Tamás tréner többek között a brandépítés fontosságára hívta fel a figyelmet, Balog Levente pedig a Szentkirályi Ásványvíz sikertörténetén keresztül mutatott rá a sikeres vállalkozások menedzselésének folyamatára. Igazi nagy nevek voltak a vendégei a Hagyma Fesztivál vállalkozóknak szóló szakmai programjainak idén. Makón tartott előadást például Balog Levente, akit a legtöbben a Szentkirályi Ásványvíz alapító tulajdonosaként, vagy kereskedelmi televíziók kezdővállalkozásokkal, vállalkozás menedzsmenttel foglalkozó műsoraiból ismerhetnek. Az üzletember befektető televízióknak elmondta, a magyar nagyvállalatok sikereihez a magyar fogyasztók is hozzájárulnak, ezért ő kötelességének érzi, hogy tapasztalataival segítsen a fiataloknak és a vállalkozásoknak. A mai napig nagyvállalatok, jól menő vállalkozások, nagy brendek nincsenek tisztában az, hogy mi a tőke. Az, hogy a tőke az a pénz, ami a vállalat működtetésére szükséges, azt soha nem veszük ki a cégből. Tehát vállalkozni, és kérdezik azt, hogy most akkor vállalkozó leszek, akkor hogy vállalkozok? Nem lehet hitelből vállalkozni, tilos. Úgy tudunk vállalkozni, hogy tőkét teremtünk. Balog Levente szerint a hazai oktatásnak nagyon jót tesz, hogy vannak már hozzá hasonló nagyvállalkozók, akik a jövő generációjának felkészítésében részt tudnak és részt is akarnak venni.
A Gazdasági Egyetemen a Szentkéri Ásványi alapító tulajdonosa előadást tartani, az rengeteget tesz hozzá a gazdasági főiskolai vagy egyetemen lévő diáknak az életéhez. Tehát ez nagyon fontos. És szerintem szidják a magyar oktatási rendszert, nem tudom, szerintem jó a magyar oktatási rendszer, szigorú, következetes, én nem hiszek az amerikai meg a nyugat-európai oktatási rendszerbe. Azt, hogy nem lehet valakinek egyest adni, nem lehet ötöst adni, hanem egy nyugat-európai iskolába a rossz tanulónak azon a bizonyítában, hogy ennyi. Tehát ez nonsens. A vállalkozói szakmai programok keretében előadást tartott a makói születésű Oláh Tamás, lezárási specialista tréner is, aki szerint bár a felgyorsult világban nem könnyű az ismertséget megszerezni, de ehhez összességében tudásból és eszközből is több áll rendelkezésre, mint korábban. Hiába van nagyobb zaj ezen a területen, de ilyen szempontból úgy gondolom, hogy könnyebb egy kicsit a történet, mert rengeteg eszköz áll rendelkezésre. Tehát ma már például a social media eszközei és a különböző ilyen internetes cuccok, ezek annyira szélesek és annyira nagy spektrumon vannak, hogy én azt gondolom, hogy ezekkel azért sokkal nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy tudjuk magunkat PR-ozni, reklámozni és egy brandet tudjunk építeni a saját dolgainkból. A sikeres vállalkozás irányításhoz a tréner szerint a szorgalom elengedhetetlen, az együttműködés képessége viszont például már tanulható. Nem arról van szó, hogy valakinek lelkesnek kell lenni, vagy szuper jó kommunikációs képességgel kell rendelkezni, hanem inkább azt gondolom, hogy van egy olyan fogalom, amit kevéssé értenek, és ezt úgy hívják, hogy SQ. Ez a szellemi hányadost jelenti, és ez azt jelenti, hogy hogyan tud valaki elérni célokat más embereknek a bevonásával. Isten igazából ez a tudománynak a lényege, az, hogy milyen eszközökkel tudja ezt valaki megtenni, ezek tanulhatók, elsajátíthatók, és onnantól kezdve csak szorgalom kérdése. A Marosmenti Vállalkozók Szövetségének telt házas szakmai programjai iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Az előadások után jutott idő a beszélgetésekre, kérdések megvitatására is. A Hagymafesztivál vállalkozói szigetén idén is számos beszélgetés volt hallható. Elsősorban cégek képviselői népszerűsítették kínálatukat, de az előző évek hagyományait megtartva a makói Návaléos Technikum és Kollégium igazgatója is fontosnak tartotta, hogy ilyen formában is megjelenjenek az eseményen. Az intézmény széles körben hirdett szakmákat a piac igényeihez igazodva, és mint megtudtuk, ezekre a jelentkezési kedvt nem hagyott alább, sőt egyre többen keresik a jó szakképzéseket. Nagyon sokan keresték fel a Hagyma Fesztiválon a Keris tandját, ahol 3 napon át lehetőség nyílt az iskola oktatóival történő személyes találkozásokra és a kínálatuk megismerésére. Az intézmény igazgatója vasárnap a Vállalkozói Szigeten egy pódiumbeszélgetésre is vállalkozott, ahol elmondta, minden egyes tanuló és jelentkező fontos számukra, hiszen aki szakmát kíván tanulni, bőven válogathat portfóliójukból. 9 ágazatban 15 szakmát oktatnak jelenleg, melyek közül a legnépszerűbbekről is beszélt. A fiataloknál a turisztika, informatika nagyon-nagyon népszerű nálunk, illetve a pénzügy, ami ugye nálunk már 100 éves hagyományokkal rendelkezik, pénzügy és kereskedelem. Itt sincsenek beiskolázási problémáink. Ezen kívül a mechatronikai technikusunk, gépészeink azok szintén fölmenő rendszerben lassan elérik azt, hogy végeznek. Nekik biztos, hogy jó állásuk lesz, jó fizetésért, és ez is egy, hát én úgy gondolom, hogy feltörekvő szakma, de elég jól állunk ott is létszámmal, és ugyanezeket a szakmákat tudjuk kínálni a felnőtteknek is, ami jellemző most, hogy az építészeti szakmák a felnőtteknél nagyon népszerűek. Elhangzott, hogy a felnőtt képzésbe még szeptember 30-áig be lehet kapcsolódni, de arról is szó esett, hogy az ilyen típusú megjelenések, mint a fesztivál részvétel, a duális partnerekkel való kapcsolatápolásra is kiváló lehetőség, hiszen a gyakorlat elsajátításában már számos cég segíti az iskola munkáját. A duális partnereink közül a Duokol és a Váker azok, amelyek már még a duális képzés bevezetése előtt mi már tulajdonképpen velük közösen ezt a rendszert működtettük. Ezen kívül a kereskedőink a Tesco-val kapcsolatban szintén hasonló tapasztalhattak már régebben is, és a Szakma Center és a Bozóki Bau Kft., valamint
M-Color Kft. Is hasonlóan régebb óta dolgozik velünk. A színpadon természetesen szóba került a centenárium és az, hogy milyen programokkal ünnepli meg a Keri az elmúlt 100 évét. A hosszabb beszélgetést híradónk után hét hírénkben láthatják. A 16. Natura Marosmenti Művésztelep összegző kiállításának megnyitóján jártunk a közelmúltban a Hagymaházban. Az alkotások, grafikusok, festők és szobrászok kezeinek a munkáját dicsérik, melyek az Alföld tematika szerint készültek el. Az alkotás minden évben más-más mottó jegyében zajlik. Az idei tematika az Alföld volt, mellyel nem csak a Petőfi évforduló előtt szerettek volna megemlékezni, hanem két olyan eltávozott személy előtt tisztelegni, akik szorosan kapcsolódtak a művésztelephez. Az egyik Balogh Gyula festőművész, aki számos alkalommal elevenítette meg papíron az alföldi tájat, valamint az alkotóközösség lelkes támogatója Purucki József, aki megismertette az alkotókat a bogárzói tanyavilágban, és inspirálta őket. Az elkészült művekről Karsai Ildikó beszélt bővebben televíziónknak. Számomra nagyon érdekes és izgalmas, hogy a téma megközelítése, amely ugye több szinten és több, és ez nem csak időbeli, hanem tartalmi értelemben is gondolom, megtörtént. És most, hogy így eltelt már egy kis időszak, és úgy gondolom, hogy leülepedtek az emberekbe azok a dolgok, amelyek még az utómunkák nyomán úgymond megszülettek, és ennek örömére láthatjuk most ezt az anyagot, amit itt a Hagymaház aulájába be tudunk mutatni. A kiállítást Szabó Ábel festő és grafikus művész nyitotta meg, aki elmondta, hogy a téma csak egy keretet ad a művészeknek, ennek ellenére minden alkotásban megtalálható az alkotó egyénisége. Mindenki saját maga azt csinál, amit akar, de mégis ugye, hogy van egy ilyen felvetés, hogy legyen egy téma, ez akarva, akaratlan is befolyásolja szerintem a művészeknek a gondolatait, és így nagyon finoman megjelennek a képekbe ezek az elemek, amelyek az Alföldre vonatkoztathatóak, vagy bizonyos utalások ugye magára az Alföldre. Ugyanakkor attól jó a dolog, hogy nem erőltetett, és mégis, hogy mindenki szabadon dolgozik, ami látszik is ezeken a munkákon. Az alkotások szeptember 30-áig díszítik a Hagymaház auláját, a kulturális központ nyitvatartás idejében bárki megtekintheti a tárlatot. A Városháza dísztermében lépett fel szombaton a dr. Mihálka György vegyeskar és a Missio Cantorum vegyeskar. Az együttesek karnagyai régóta ismerik egymást. Hosszú ideje gondolkodtak már a közös koncerten, amelyre most adódott először alkalom. Különleges kórus hangverseny is várta az érdeklődőket szombaton a Hagyma Fesztivál keretén belül. A Missio Cantorum vegyeskar Budapestről érkezett Makóra, hogy először lépjenek fel együtt a dr. Mihálka György vegyeskarral. Most találkozunk velük személyesen először, viszont a kórus vezetője Dávid Krisztina nekem több mint 10 éve barátnőm, és mi együtt énekeltünk Budapesten az Akadémiai Kórus Társasággal, és már ott megalapoztuk ezt a barátságot, rájöttünk arra, hogy mind a ketten ugyanúgy gondolkodunk, és nagyon hálás vagyok, hogy eljöttek ide Makóra, és időt áldoztak, és anyagi áldozatot is tettek érte, hogy itt énekelhessenek velünk most ezen a koncerten. Dávid Krisztina karnagy szerint a két kórus a létszámban és repertoárban is hasonlít egymásra, a közös fellépés pedig arra is jó volt, hogy egymástól tanuljanak. Az összhang az első pillanattól megvolt, az együttműködés így folytatódhat a jövőben is. Nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel jöttünk Makóra, de ugyanekkor a szeretettel várjuk majd vissza a makói kórust, ami kis Budapest külvárosi Rákosmente valamelyik művelődési házába, templomába egy hasonló közös koncertre majd egy következő alkalommal, és nagyon remélem azt, hogy ők is meg fogják tudni teremteni azt a lehetőséget, hogy eljönjenek hozzánk Budapestre, mert én azt gondolom, hogy ennek a találkozásnak folytatódnia kell, mert nagyon jó dolog egy ilyen kapcsolat. A vegyeskarok a koncerten a saját műsoruk mellett Händel győzelmi kórusát és két Bárdos Lajos művet adtak elő közösen. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Évértékelő közgyűlés tartotta a Makó és térsége turisztikai egyesület.
Neves cégvezetők, tanácsadók tartottak szakmai előadásokat a Hagymafesztiválon. Makói és budapesti vegyeskar adott közös koncertet a Városháza dísztermében. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a szeptember 14-i csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!